Több tucatnyi ország ígért hosszú távú pénzügyi támogatás Ukrajna újjáépítéséhez egy kétnapos konferencia végén a svájci Lugánóban. Az ukrán kormány becslése szerint ehhez 750 milliárd dollárra lesz szükség. Az egyes országok milliós nagyságrendű közvetlen segélyt ígértek. A konferencián elhangzott az is, hogy a pénz egy részét a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával kellene előteremteni. A holland külkereskedelmi és fejlesztési miniszter kijelentette, a pénzt az ukrán kormány mindennapi költségeire, például a köztisztviselők, tanárok, egészségügyi dolgozók bérére fordíthatnák. Az új hozzájárulás a korábbi, összesen 140 millió eurós pénzügyi támogatáson felül érkezik. A litván miniszterelnök arról is beszélt, hogy először is meg kell teremteni a finanszírozás alapját. Találunk további forrásokat saját költségvetésünkben, vagy közösen veszünk fel hitelt, de a legmegfelelőbb és legigazságosabb út a szankcióink alapján befagyasztott oroszországi vagyon lefoglalása és felhasználása. Nem tudjuk feltámasztani az Oroszország által megölt embereket, de reális esélyünk van arra, hogy az agresszor megfizessen, mert most az egyszer ezek a vagyonok a mi bankjainkban vannak és a mi partjainkon horgonyoznak. A feladat, amely már néhány az orosz erők alól felszabadított területen megkezdődött, szakértelmet, kormányzati forrásokat és az ukránok munkáját kívánja meg az iskolák, kórházak, kormányzati és lakóépületek, valamint a megrongálódott közművek infrastruktúra újjáépítésére.